Jó napot kívánok! Szóval, igen, ez egy érdekes kérdés, hogy hogyan lesz egy városból valami, mármint mondjuk egy művészeti központ, hogy mi kell hozzá, hogy elég egy politikai elhatározás, hogy holnaptól itt művésztelepet nyitunk, aztán vagy sikerül, vagy nem, vagy van-e a városoknak valami különleges belső sugárzása, ami vonzza a művészeket, és kihozza belőlük a legjobbakat, mint Nagybánya, vagy Szentendre, vagy Szolnok, vagy Kecskemét, ugye, ahol nagy művésztelepek voltak a 19-20. Század során. Ezek tényleg nehéz kérdések, de egy biztos, hogy akarat nélkül magát a városkákból, magukból nem lesznek művészvárosok. Sok szép város van Magyarországon, de mégiscsak kevés olyan van, ahol mondjuk úgy, hogy a művészek meggyökereznek és jól érzik magukat. És azért ne felejtsük el, hogy a városok attól lesznek művészetvárosokká, vagy művészi városokká, hogy az élő művészek foglalják el és használják ki a lehetőségeit. Tehát a művészet történeti jelentőségű városokat mindig a kortárs művészek teremtik meg. Nagybányát is a kortárs művészek tették művészettörténeti, hogy mondjam csak, központtá, és ma már ugye 125 éves ez az egész dolog, és olyan klasszikussá vált Nagybánya hagyománya, de ne feledjük el, hogy élő művészek tették azzá, és nem utólag lett kinevezve annak. Tehát Szentendre is valami ilyesmi, miközben arra gondolok, hogy hát ez logikusan következik Szentendre fekvéséből, hiszen szép város, jó helyen van, de azért a dolog mégsem olyan egyszerű, mert nagyjából arra esik Vác is lehetett volna egy művészi központ, szép hely ráadásul, és valahogy Vácot ez mégsem jött össze. Tehát ez lesz ugye a mai előadásomnak a cím, hogy a magyar művészet új szent helye, Szentendre. De miért mondom azt, hogy szent helye? Mert olyasmi történik ott, ami a szentek közreműködésének az eredménye. Röviden azt mondani, hogy csodák. Ugye? Tehát oda jönnek a művészek, és egyszer csak felragyog valami, amit addig nem láttunk, nem tudtunk, és egyszer csak észreveszünk, hogy Szentendre az tud valamit, annak van valami belső sugárzása, vonzza a művészeket, tulajdonképpen, mint az zarándokok, úgy mennek oda a turisták és a művészek ma is Szentendrére, és hát ahova turisták és zarándokok járnak, azt nyugodtan nevezhetjük szent helynek. Még ironikusan a plázákat és bizonyos értelemben a modern fogyasztási kultúra szent helyeinek. Szóval ez egy szent hely lett, még egy elbetű, aztán megpróbálom most már kerülni a sok E-t. Vessünk egy pillantást a térképre. Ugye hol van Szentendre, nyilván be tudjuk lőni, de mégis egy kicsit csak annyira szeretném ráhangolni a társaságot, hogy nézzen rá a Dunakanyarra. Ott van ugye a Szentendrei szigetnek a nyugati part felé eső oldalán Szentendre, és hogy megyünk föl a Dunakanyarba, egyszer csak ott találjuk Visegrádot, és a túlsó parton pedig Zebegényt. És ezek mind nagyon-nagyon fontos helyek. Tehát Visegrád is a magyar művészet történet egyik szent területe, találtam egy jó szót, sokszor ábrázolt, szinte minden Visegrád ábrázolásnak van valami plusz történeti jelentősége és jelentése, az nem, Visegrád képei nem csak egy topográfiai ábrázolásnak tekinthetők, hanem azok mind tulajdonképpen történeti képek. Markó Károlytól Brodszky Sándoron át mindenki, aki Visegrádot megfestette, az a magyar múltról akart valamit mondani, és nem arról, hogy milyen klassz várom, fessük le ezt is, ugye? Mert Csesznek kővárajáról nem festettek annyi képet, mint Visegrádról. Jó, nem is volt királyi rezidencia ott. Tehát maga az egész Dunakanyar is történetileg egy megérintett hely Visegrád sugárzása miatt,
és persze ott van Zebegény egy kicsit később, de nem sokkal később, amikor mondjuk Szőnyi István meg Berényi Róbert telepedik le ott, és akkor így azt mondjuk, hogy Visegrádot tulajdonképpen körbefogja a magyar művészettörténet első nagy ikonikus helyszínét, Visegrádot közre fogják a modern művészek által teremtett helyszínek, Szentendre és Zebegény, és akkor ez így együtt már tulajdonképpen egy csomag, és azt mondhatnám, hogy itt a Dunakanyarról az egész 19-20. Századi magyar művészet, vagy szinte majdnem minden problémájáról tudunk beszélni. Mert minden valahol itt történik meg, vagy valamilyen módon hatással van arra, ami itt történik. Szóval ez egy szép dolog, és egy kicsit még tovább megyünk, Esztergomba botlunk, amiről most hirtelen nem is tudok mit mondani, de azért mégiscsak tudjuk, hogy az is egy szent hely. Egy érdekes kép, Fényes Adolf Szentendrét ábrázoló kép, egy 1907-ből. Mit akarok ezzel a képpel mondani? Tehát az még nem szentendrei festészet, hogy valaki lefesti Szentendrét. Bármennyire is szép ez a kép, és bármennyire is szeretjük Fényes Adolfot, ez a kép ez nem a szentendrei festészetnek egy darabja, ez egy kép, ami Szentendrén készült, és ami tulajdonképpen ugye még csak előzménynek sem tekinthető, teljesen véletlenszerű, hogy Fényes arra járt és lefestette ezt a városkát. Ő még nem tudta, hogy 20 évvel később ez milyen fontos helyszíne lesz a modern magyar művészetnek. Hogyan kezdődött? Ugye Boromisza Tiborról ejtsünk egy szót. Ő egy nagybányai festő volt, egy eléggé nehéz figura, kicsit összeférhetetlen alak, majdnem minden művésztársával összebalhézott, mondjuk így a Nagybányán. De egy karakán figura volt, mert 19-ben ő katonatiszt volt, és hát ő védte a Szatmár-Németi vasútállomást a románok ellen, és a saját visszaemlékezése szerint néhány emberével verte vissza a román hadsereget. Így nem tudták elfoglalni Szatmár-Németit akkor, azóta meg hát sok minden történt már. Szóval, mivel sehogy se érezte jól magát Nagybányán, ő úgy döntött, hogy elköltözik onnan, és majd ő kitalál egy új művésztelepet, hova menjen? Szentendrére. Ez egy véletlenszerű választás volt, ő se tudta, hogy miért pont oda, de tetszett neki a városka. A szándéka tényleg az volt, hogy Nagybányát föl eleveníti ott, Szentendrén, de nem sikerült, mert a művészek is kerülték őt. Miután már jött egy új nemzedék a fiatal művészek közül, ők se akartak a Boromisszával, Tibi bácsival, mondjuk így, összebútorozni. Tehát egy nehéz eset volt, megmaradt egy ilyen magányos szentendrei festőnek, aztán később ment az Alföldre és mindenhova, de azért ő egy kiváló művész volt, és igazság szerint ugye Szentendrén is, vagy Szentendre is nyomot hagyott az ő életművében. Szóval Boromisza Szentendrére költözését már tekinthetjük egy bizonyos történeti előzménynek, mert az ő fejében már az a gondolat fogalmazódott meg, hogy Nagybánya helyett valamit. Nagybányát éppen elcsatolták tőlünk, ugye 1920-ban, rengeteg magyar művész maradt ott, és jártak oda még a 30-as, 40-es években is, de azért az már akkor sem volt ugyanaz, mint 1905-ben, vagy 10-ben, vagy 15-ben. Tehát Boromisszának volt egy olyan elképzelés, hogy Nagybánya helyett teremteni valamit, de hát ez nyilvánvalóan nem megy magától. Tehát az, hogy Nagybányából Nagybánya lett, ahhoz több dolog kellett. Kellett néhány nagybányai származású festő, akik megbeszélték a nagybányai polgármesterrel, a Turman Olivérrel, hogy polgármester úr, jönnénk, kéne egy kis támogatás, és akkor ő azt mondta, hogy jöjjenek fiatal emberek. Na most az, hogy Boromisza magányosan odaköltözik, ez így nem működik. Tehát itt is az kellett, szentendrei kapcsolatok, polgármester, tehát magyarán összeköttetések. És ez viszont már ennek az új nemzedéknek
a munkája volt. Érdekes módon ez a 8 festő, akik ugye a Szentendrei Festők Társaságát megalakították 1928 tavaszán, ezek közül hát tulajdonképpen szinte egyikük sincs bent a magyar művészettörténetnek a nagy név sorában. A szentendreiek persze nagyra becsülik ezeket a festőket, de ha megnézzük, hogy kik ők, ugye balról-jobbra ebben a sorrendben Jeges Ernőtől Rozgonyi Lászlóig látjuk őket, hát én szerintem hirtelen egyikünk se tudna valamelyiküktől valami nagyon ismert képet fölmutatni, de azért, mert ha felütjük a művészettörténeti kézikönyveket, akkor szinte nem is szerencsés esetben talán a Pajzs Göbel Jenőtől találunk valamit, de egész biztos, hogy a Pánditól, Bánovszkitól, többiektől nem találunk semmit. Miközben Szentendrén ők fontos művészek, és objektíven nézve, hát most már mindenkitől fogok mutatni egy-két képet, ezek nagyszerű festők voltak, kiváló művészek voltak, de mégis jól mutatja, ugyanez, mint a sport, ugye, hogy külön-külön, egyikük se volt jó, de együtt meg nagyon jók voltak. És nagyon hatékonyak voltak. Kedvenc történetem egy Rolling Stones-ról szóló dokumentumfilm, a Martin Scorsese nem is dokumentumfilm, hanem egy ilyen fél dokumentumfilm, ahol ott ül a két gitáros, ugye ők is már 70 és 80 között, a Ron Wood meg a Keith Richards, és megkérdezi tőlük, hogy melyiktek a jobb gitáros. És a Keith Richards mondja azt, hogy mind a ketten vackok vagyunk, de ketten együtt mi vagyunk a legjobbak. Szóval ez szép, és itt is azt gondolom, hogy itt is az egységben, az összefogásban volt az erő, tehát nem nagy művészekkel lettek ide, hanem kitartó művészek és elszánt figurák. És a dolog úgy kezdődött egyébként, hogy Pajzs Göbel Jenőnek a bátyja, Pajzs Ödön, újságíró, ő ajánlotta nekik azt, hogy próbáljátok meg Szentendrét. Hát, ha kaptok valamit. Ugye ők a képzőművészeti főiskola növendékei voltak, Réti István növendékei, aki Nagybánya egyik alapítója volt, aztán a főiskola rektora akkor Glac Oszkár volt, és hát a Réti azt mondta, nem, szerintem semmi értelme nincs, Glac pedig azt mondta, hogy próbálják meg. És Pajzs Ödön összehozta ezt a társaságot a Starzsinszky László szentendrei polgármesterrel, aki azt mondta, hogy hát próbáljuk meg. És akkor biztosított nekik ott a város északi részén, ott a mostani modern, az új művésztelep van, ugye, tehát ez a régire épült rá, a MANK, Magyar Alkotó Művészeti Non-Profit, a KFT, az nem tudom, mit jelent. Micsoda? KFT, na, igen. Szóval ott biztosított nekik egy nagyon mostoha körülmények között, de valamilyen módon ők mégis elérték, hogy használható legyen, és legalább hosszabb, rövidebb ideig ott tudtak közösen dolgozni, később sokan le is telepedtek ott. 28-ban létrehozták jogilag is a Szentendrei Festők Társaságát, igazában elkezdődtek közös kiállítások, és nagyjából ugye a 20-as évek végére ez egy karakteres festői társasággá alakult. De Szentendre nagy korszakát mégsem ők teremtették meg, hanem a 30-as évek közepétől Vajda Lajos és Kornis Dezső. Ők voltak azok, akik az úgynevezett szentendrei programot megfogalmazták, amiről majd fogok beszélni. De addig, hát nézzük meg ezeket a művészeket, hogy körülbelül milyen stílusvilágot képviseltek ők. Hát itt van Bánát és Verák József, sokoldalú művész volt egyébként mindegyik. Ő római ösztöndíjas is volt, majd lesz szó a római iskoláról, de hát ez már a 30-as évek, amikor ő ösztöndíjas lett, Szentendrén még ugye szó se volt Rómáról. De ez egy viszonylag késői képe már, tehát az alapítás utáni kép. Nagyon jellemző, ez már egy ilyen római iskolás
stílus, egyébként ez a nagyon tiszta vonalvezetésű, kicsit az itáliai Quattrocento stílusára emlékeztető festészet. Pellengére, tehát mondjuk úgy, hogy egy ilyen középkori jelenetet ábrázol, korhű kosztümökben, tehát olyan mondjuk Mátyás király korabeli kosztümökben, de a háttérben ott vannak Szentendre modern házai. Hát ilyen trükköket én szerintem a festészetben meg lehet tenni, és ezzel nincsen semmi probléma. Csontváry Kostka Tivadar is a szigetvári klasszicista épület elé pozícionált az Rényi Miklóst, amint éppen kiront a törökökre. Ugye, ez teljesen rendben van. Wagner Sándor képén is Dugovics Titus magával rántja a törököt, és ott lobog a piros-fehér-zöld zászló Nándorfehérvár ormain, holott akkor szerintem senki nem tudta, hogy ez mit jelent. Ez igazából 1848 után vált igazi, valódi nemzeti szimbólumá, nemzeti lobogóvá. De ez nem baj, az utókor számára így áll össze a kép, és így válik érzelmileg is átélhetővé. Szóval ebbe benne van a klasszicizmus világ, a neoklasszicizmus, ugye a 20. századi neoklasszicizmus világa, ez a tiszta, rajzos karakterű festészet. De hát ő kiváló tájképfestő is volt, és igazából ez a legszebb része a szentendrei festészetnek, a szentendrei tájak megörökítése. És ez ugyanolyan érdekes, mint Nagybányánál. Ugye Nagybányát is megírták többen, hogy melyik képeken mit látunk. Tehát tulajdonképpen Nagybánya művészeti topográfiáját. Hogy ki mit festett, az melyik utca, az melyik templom. És Szentendrét is hossza, fáradtságos munkával. Volt kollégánk, ugye Tóth Antal, a szoborosztály vezetője volt, egy-két éve halt meg, 70-valahány éves korában. Kiváló művet írt, Szentendre művészeti topográfiája volt talán a címe vagy a témája, de ő feldolgozta az összes szentendrei képet, és elment a helyszínekre, és erről a képről is bizonyosan meg tudta volna mondani, hogy ez most melyik utca, és itt most mi van. És ez azért jó, mert ezáltal tulajdonképpen élővé, saját élményűvé válik mindaz, amit látunk. Tudjuk, hogy hol járt, oda tudunk állni arra a pontra, és rá tudunk nézni a városra, és azt mondjuk, hogy tényleg, ez ilyen volt, milyen érdekes, hogy ez a torony most nem kék, hanem zöld, és így tovább. Ez egy nagyon fontos dolog, egy visszacsatolás arról a vidékről, ahol élünk. Hát ugyanez a helyzet a tájképfestészettel, a városképfestészettel. Kine élvezni a saját szülőföldjének vagy lakóhelyének a régi képeit, hogy milyen volt az 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt. Hát még ha régebb képeket is találunk. Úgyhogy ez óriási dolog, hogy volt néhány festő, akik lényegében körbefestették a várost, mindent megörökítettek benne. De tegyük hozzá azt, hogy Szentendre azért egy nagyon jó alapanyag. Tehát nem az volt, hogy tele volt földszintes házakkal, aztán azokat festegettük, napfényben, vagy árnyékban, vagy ahogy éppen alakult, hanem tele volt templomokkal, tornyokkal, dombokkal, hova tovább, hegyekkel, nagy tisztásokkal, folyópart, nem is akármilyen folyó, hanem a Duna. Szóval ezernyi látvány, körülötte ugye sziget, kisebb falvak, Szigetmonostor, Tahi, Tótfalu, mit tudom én, tehát óriási változatosságot nyújtott a táj, és volt még egy nem elhanyagolható szempont, közel volt a fővároshoz. Nagybánya messze volt, azt az akadályt is le lehetett küzdeni, de azért mindig jobb, ami közel van. És a Szentendrének ez is egy behozhatatlan, vagy hogy mondjam csak, mindmáig jól kihasználható előnye, hogy közel van. Szóval nézzünk egy-két ilyen képet. Ezek a festők, ahogy itt látjuk ezeket a képeket, ez a klasszikus naturalista, vagy később azt mondanám, hogy ilyen posztimpresszionista festői stílust képviselik. Ugye egy várost nagyon nem lehet sokféleképpen lefesteni. Tehát ott a különböző avantgárd stílus tendenciák, hogy mondjam csak, zátonyra futnak. Aki le akar festeni egy utcát, annak valamilyen módon
a naturából kell kiindulnia, és nem képi eszményekből. Bánovszky Miklós. Egy nagyon szép kettős portré, Pajzs Göbel Jenőt és Barcsai Jenőt ábrázolja a kép. Ő elsősorban portréfestő volt, 99 éves korában halt meg, emlékiratait is megírt, ezek megjelentek Szentendrén. Nagyon érdekes, hát azt mondanám, hogy bőbeszédűen írja, tehát folyik belőle a szó. De például nagyon érdekes, hogy leírja Szentendre és a művésztelep orosz megszállását, hogy a szovjet testvéreink hogyan pusztítottak, hogyan viselkedtek, nem idézek részleteket. A művésztelepen és egyebek, tehát értékes hagyaték ebből a szempontból is Bánovszky Miklós életműve, abból a szempontból pedig, hogy kiváló kortársait megörökítette, az pedig egyenesen pótolhatatlan. Ugye Barcsai Jenőről beszélünk, aki nem volt ott a 8 alapítótag között, ma pedig ő neki van emlékmúzeuma, a másik 8-nak nincsen emlékmúzeuma Szentendrén. Barcsai egy kicsit később csatlakozott ehhez a társasághoz, de hát tulajdonképpen ő tényleg egy nagy formátumú, országos jelentőségű művész volt, és az életművében is egy nagy fejezet szól, hát Szentendréről. Heinz Henrik kicsit ilyen szálkásan festett, elsősorban egyházi festő volt, egyházművészeti kiállításokon nyert díjakat. Érdekes módon ő nem volt a római iskolás ösztöndíjasok tagja, de kiváló festő volt ő is. Hát talán az ő életműve is, mert a legkevésbé műkereskedelemben is alig-alig találkozunk az ő képeivel. Jeges Ernő viszont egy nagyon sokoldalú és kiváló művész volt. Az ő célja az volt, hogy meg akarta újítani a magyar történeti festészetet. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert Benczúr Gyula után sok újat nem lehetett a történeti festészetben mondani. Maga az egész történeti festészet, mint műfaj is tulajdonképpen így kimúlt a 19. század végével, de természetesen próbálkozni lehetett. Tehát történelmi témájú képekkel lehetett kísérletezgetni. Jeges Ernő nevéhez fűződik, ezt talán kevesen tudjuk, én is csak miközben készültem itt a mai előadásra, tudtam meg ezt róla, hogy ő alkotta ezt a plakátot. Ugye ez művészileg nyilvánvalóan nem egy túl izgalmas produkció, ráadásul az ötletet még a Károlyi kormányból kapta, ugye 19-ben, hogy valahogy ezt így meg kéne örökíteni, de alapvetően mégiscsak egy erős képi üzenet, és egy világos képi üzenet, hogy ez volt Magyarország, és így esik szét. Tehát ugye ezek ez egy egyértelmű dolog, nem soha. Világos és tiszta üzenet, tudjuk, miről szólt Trianon traumája, a korrekciók, a terület visszaszerzések, a háborúk, stb. Szóval egy tragikus események sorozata ez, de mindeközben nagyszerű eseményeknek a sorozata is. Tehát nyilvánvalóan a történelmünkben is voltak veszteségek, és voltak kísérletek a veszteségeknek az ellensúlyozására. Hát a Horthy korszak egy ilyen szerencsétlen, két háború közé préselődött korszak volt, háborúban született és háborúban ért véget. Nehéz időszak volt, de ahhoz képest, amilyen gazdasági helyzetből indult, és ahova jutottunk, és amit pedig kulturális szempontból, hiszen erről beszélek már évek óta, ez a korszak teremtett, az egy nagyon sokoldalú, és bizonyos értelemben mind a mai napig jelentéssel bíró, értékes, tovább gondolható dolgokat teremtett. Szóval Jeges Ernő műve volt ez. Nyilvánvalóan, hogy aztán később Jeges Ernő hiába próbált kicsit ilyen szocreál típusú képeket festeni, egyébként nagyon jól, negyedik Béla újjáépíti a budai várat a tatárjárás után.
nincs itt a kép, nem tudom megmutatni. Ez kicsit olyan, mint amikor a nagy bölcs tanító, mondjuk Sztálin, negyedik Bélának is a nagy bajuszával, irányt mutat, hogy fiúk, itt ezt falazzátok, ott ezt építsétek, hátul látjuk a Gellért hegyet, és akkor ugye mert a Gellért hegyet nem hordták el a tatárok, tehát az megmaradt az évszázadokon keresztül, és akkor ott építik a várat, de ettől függetlenül Jeges már egy megbélyegzett művész volt. Szóval ebből a generációból majdnem mindegyik valamilyen módon a rákosista fordulat után kiesett a Pixisből, és tengődött, nagy nehezen bírtak csak a felszínen maradni. De hát kiváló művész volt, még egyszer mondom, Jeges Ernő. Ez egy művésztársaságot jelenít meg egy ilyen délutáni napsütötte teraszon, egészen modern szellemű kép, akár Abba Novák Vilmos, vagy a Patkó Károly, Szőnyi István is festhette volna. De igazából nekem mégiscsak Jeges Ernőnek azok a bizonyos modern történelmi képei tetszenek. 1940-ben készült ez a Mátyás király tudósai körében című kép. 1940 az egy Mátyás év volt, a király születésének 500. évfordulóját ünnepeltük, és hát ehhez kapcsolódóan voltak mindenféle kiállítások, kulturális események, és így tovább. Ebből az alkalomból készült ez a nagyszerű festmény is, ami mit ábrázol? Ugye Mátyás király ül a budai vár egyik teraszán, háttérben látszanak az elképzelt várnak a tornyai, épületei, de van egy-két dolog, ami nagyon-nagyon izgalmas ezen a képen. Az egyik maga a király. Hol? Ott van a király, ugye a kép jobb szélén, profilból látjuk. Vele szemben ül egy ilyen egészen modern külsejű, hosszú hajú férfi. Én megmondom őszintén, nagyon törtem a fejemet, mert a figura vonásai bizonyos értelemben Jeges Ernő vonásaira is emlékeztetnek, és teljesen érthető egy művészi gesztus, hogy én magamat is oda festem a történeti képre a király társaságába. Ez egy évszázados tradíció. De a vonásai ugyanakkor emlékeztetnek a Gerevics Tibor vonásaira is, aki a korszak magyar művészet politikájának volt a legmeghatározóbb figurája. Egyetemi tanár, kiváló tanárok, kiváló növendékek, a mi professzoraink, tanárai tanultak ugye Gerevicsnél, vagy az idősebbek maguk is Gerevicsnél. Tehát egy kiváló figura volt, ő volt a Római Magyar Intézetnek az igazgatója. Mind a két figurát, tehát Jeges és Gerevics személyét is teljesen el tudjuk képzelni egy ilyen szituációban, csak egy dologra nem tudtam még rájönni, hogy most ez a kettő közül melyik. Érdekes, hogy Gerevics és Jeges nem hasonlítottak egymásra, de mind a kettőjük vonásából van valami ebben a figurában, akit itt látunk. Na de a érdekes Mátyás királynak a profilképe. Honnan vette Jeges Ernő ezt a profilképet? Könnyedén rávágjuk, hogy hát ott van ugye a Mátyás dombormű. Hát az teljesen evidens, hogy erről vette, mert ez egy egykorú portré, egy hiteles portré Mátyás királyról. Teljesen logikus, hogy akkor ez lesz majd ennek a képnek a modellje. De a kérdés az, hogy láthatta-e Jeges Ernő ezeket a domborműveket? Előre megmondom, hogy láthatta, de ez nem evidens teljesen. Röviden elmondom ennek a Mátyás domborműnek a történetét. Ez Korvin Jánosé volt, tehát a Mátyás fiáé. Az ő hagyatékából került a diósgyőri pálosokhoz, és a csanádi érseket 1571-ben Bornemisza Gergely csanádi érseket, ez nem a Dobó István féle Bornemisza, csanádi érseknek ír egy levelet Miksa magyar király, hogy szeretné ugye ezeket a műveket, hogy is mindjárt felolvasom, hogy mit írt Miksa király, hogy értesültünk, hogy Mátyás király és a királynő alabástromból készült igen szép képmásának ugye birtokában volt, melyek halála után, tehát a Korvin halála után hozzád kerültek.
ezért kegyesen rád intünk, hogyha nevezett képek hívek és régiek, azokat küldd meg ide nekünk. Teljesítvén ebben a mi kegyes akaratunkat. Magyarán a király azt mondta, hogy ez nekem kell. És persze másfél éven belül ezek a képek megérkeztek. Egyrészt Pozsonyba, Pozsonyból pedig Ambrászba, a királynak a gyűjteményébe. Na most, ezekről a portrékről 1861-ben szerzett a magyar, hogy mondjam csak, művészettörténet tudomást, amikor Henselmann Imre leírta ezeket a portrékat. És az a megjegyzést tette, Mátyás királyunknak nem volt magyar arcvonása. És hogy az, mit mai nap szép férfiúnak neveznek, sem volt. Hát ugye kétségkívül nem volt egy ilyen nagy bajuszos, itt tudom én, ős magyar karakterű figura, hanem modern, áll antika módra borotvált arcú király volt. Hát ez lehet, hogy ez tényleg ellenkezett bizonyos korok szépség eszményével. De a lényeg az, hogy ez egy császári gyűjteményben voltak, és igazából 1876-ban mutatták be őket először Budapesten, rövid időre hazajöttek, kiállították őket, vitték vissza. Jött Trianon, és Trianonnak volt egy nagyon érdekes és hosszú ideig elhúzódó utóélete, hogy mi legyen a közös cuccokkal, a közös királyi császári gyűjteménnyel. És ez évekig tartott, ez a bizonyos vita, vagyon megosztás, hogy mi kerül vissza Magyarországra, és mi az, ami marad. És ezt rögzítette ugye 1932. novemberében az úgynevezett Velencei Egyezmény, és akkor ennek keretében kerültek vissza Magyarországra például a Káti Márk képes krónikája, rengeteg korvinák, a bécsi császári gyűjtemény, ugye Ferenc József folyamatosan vásárolt magyar képeket, ezek jöttek vissza, és többek között a Mátyás domborművek is. Tehát 33-ban jöttek haza, most tessék elképzelni, hogy 33-ban megkapunk valamit, ami nekünk végtelenül fontos, a magyar történelemnek egy nagyon jelentős részét, egy fontos uralkodónknak egy kiemelkedő kvalitású korabeli ábrázolását. És akkor jön Jeges Ernő, és azt mondja, hogy hogyan fessen meg Mátyás király, és teljesen evidens volt, hogy ezt fogom mintának venni. Ez most új. Tulajdonképpen tényleg olyan volt ez a mű, mint egy, most idézőjelben, hadizsákmány. Tehát örültünk, hogy a miénk lett, vagy hogy visszajött. És tulajdonképpen ugye Jeges Ernő teremtette meg a modern Mátyás imást, ami aztán megjelent a Százpengősön, meg sok mindenhol. Hogy az se véletlen, hogy pont a Százpengősre, vagy hát ugye a bankjegyen is megjelent ez a fajta Mátyás profil. Szóval a modern vizuális kultúra kiaknázta ezt az új szerzeményt. Köznyelvi, vagy közkincsé tette, hogy a Mátyás portrét azt mindenkinek tudnia kell. Mindenkinek ismernie kell. És akkor Jeges Ernő is ugye dolgozta föl a képét, és persze ott van az a pompás üveg serleg, ami tényleg egy 15. századi üveg edény, pótolhatatlan érték. Azt is oda helyezte, ugye nézzük meg a képnek a jobb alsó sarkában, a párkányon ott áll, mint hogyha a király majd oda nyúlna, és akkor iszik belőle egy kortyot. Csak le ne verje, mert akkor nincs műemlék, akkor nincs múzeumi műtárgy, iparművészeti múzeum, meg egyebek. Ez a tárgy, ez 929-ben került haza Magyarországra, tehát azt is mondhatnám, hogy a Jeges olyan milliót teremtett Mátyás király köré, hiteles tárgyakból, amikről akkoriban szereztünk csak tudomást. Tehát ez bizonyos értelemben tudományos szempontból is egy nagyon fontos portré, és mindez megszületett ugye a Mátyás év, az a Mátyás 500. születés évfordulójának alkalmából. Onódi Béla elsősorban tájképfestő volt, Pándi Lajos nagyon sokoldalú művész, kiváló grafikus volt, néprajzi gyűjtő, etnográfiai dolgokat készített,
később a királyi testőrségnél is tevékenykedett, 50-es években ezért börtönbe is csukták. A jó ég tudja, mi történt vele, de utána egy nagyon megtört emberként jött ki, és nem is tartotta a kapcsolatot a művész társaival, és hát viszonylag fiatalon, ugye 1957-ben meghalt. Lehet, hogy ezt a Horthy freskót is a számlájára írták, de ez egy döbbenetes dolog, hogy ezt 38-ban rendelte meg Kecskemét városa Pándi Lajostól, abban a díszteremben, ahol Székely Bertalan freskói voltak, és ő megfestette Horthy Miklós látogatását Kecskeméten. Egyébként egy nagyon jól megfestett kép. És aztán ezt ugye ez 44-ben már megvolt ez a kép, utána jöttek különös évtizedek, a képet lemeszelték. El is pusztíthatták volna, de hál' Istennek nem tettek benne kárt. És a 2010-es években egy ilyen kecskeméti felújítás során vették észre, hogy hát főnök itt valami van még a vakolat alatt, és föltárták a Pándi Lajosnak a freskóját, a Horthyt. De ugye a Horthyval kapcsolatban még mindig azért az, hogy azért kultusza nincs, azért nagyon beszélünk róla, de azért nem visszük túlzásba. A lényeg az, hogy a freskót megörökítették, vagy rekonstruálták, megtartották, de egy függönyt húztak elejére, és akkor bizonyos alkalmakkor a kecskeméti látogatóknak azt mondják, hogy de van még, uraim, van még itt valami érdekesség. És akkor megnézhetik a látogatók a Horthy freskót, de nincs ott ugye a városházán vagy a megyeházán állandó a Horthy Miklós képe alatt szülessenek meg a modern Magyarország sorsát érintő döntések. Tulajdonképpen teljesen érthető, van is, meg nincs is. De elpusztítani azért nem kell, nem kellett volna, és szerencse, hogy megörökítették, és megmaradt ez a kép. Pándi Lajos műve. Nem mondhatnám, hogy ez egy szentendrei kép, csak arra akarok célozni, hogy a szentendrei festők egy rendkívül sokoldalú művészi ízlésvilágot képviseltek. Pasgőbel Jenő, talán ő az, aki a legismertebb, és mondjuk a műkereskedelemben is a leginkább jelenlévő művész, akinek nagyon színes, kicsit szürrealisztikus képi világa volt, festett őserdőket, mindenféle, igazán azt mondom, hogy színpompás és látványos kompozíciókat. Ugye gyerekkor is karlátbetegség következtében ő elveszítette a hallását, a beszédképességét, meg még sántikált is egy kicsit. Szóval mondanám azt, hogy halmozottan fogyatékos volt szegény, de nagyon szerették őt, és nagyon jól benne volt ebben az egész szentendrei társaságban. És hát 1944-ben egy agydaganat következtében halt meg. Mindig tragikus, amikor az ember azt látja, hogy egy művész 44-ben hal meg, vagy 45-ben, akkor mindig arra gondol, hogy háború. Sajnos, vagy szerencsére voltak olyanok, akiket mondjuk az egészségi állapotuk sodort el. Persze kérdés, hogyha nincs háború, akkor milyen esélyei lettek volna, de hát ezen kár filozofálgatni. Igazán érdekes ez a képe, amit talán mindnyáján ismerünk, Pasgőbel Jenő aranykor. 1931-ben készült a kép. Ugye az aranykor, mi az aranykor? Egy olyan vízió a világról, a múltról, amire úgy gondolunk, hogy akkor minden rendben volt. Mindenkinek van egy képe az aranykorról. Sokan azt hiszük, hogy amikor fiatalok voltunk, akkor jobb volt. Régen jobb volt, 100 évvel ezelőtt mennyivel jobb volt, 200 évvel is jobb volt. Lényegében mindig jobb volt. Pedig ha egész őszinték vagyunk, igazából rádöbbenhetnénk, hogy most a legjobb. Tehát ilyen jól, ilyen biztonságban, igazából, tehát anyagi értelemben, és most nem vagyunk milliomosok, de nem nyomorgunk, és nem látunk az utcán nap, mint nap koldusokat, meg kilakoltatott szerencsétleneket, és sok minden. Az élelmiszer olcsó, tehát éhen nem hal senki Magyarországon. És kész, és az egészség megőrzésének, és hát elég sok lehetősége van. Tehát nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a betegségeknek. Szóval igazából most a legjobb, de eszünkbe nem jut a mostani korunkat aranykorként felfogni, mert közben meglátjuk, hogy azért mennyi minden meg mégse jó.
De akkor is ez az emberiségnek egy nagy közös tapasztalata, hogy van és volt aranykor. A paradicsomi idők, amikor az ember és a természet tökéletes harmóniában élt egymással. Na most, Pajzsgőben is megfesti az aranykor, de ez egy furcsa nyugtalanító kompozíció, igaz? Ugye, mik az aranykor vízióknak a visszatérő elemei? A legfontosabb a szimmetria. Tehát az a tökéletesség. Itt rend van. Itt is van szimmetria, kint az ablakon túl a két galamb, meg az a viadukt, meg minden, a fasor, a viadukt két oldalán. Ez egy szimmetrikus kompozíció, tényleg sugal valamit ebből a tökéletességből, de recseg, ropog azért ez a tökéletesség. Szóval sok nosztalgikus elem van benne, és azt látjuk ugye, hogy van egy ablak, amin egy teraszra látunk, és onnan ki a tájba. Ez lényegében a jelen meg a múlt világa közötti határ. Itt van a művész, és ott van mögötte az aranykor minden szépségével meg vágyott tökéletességével, röppennek ezek a galambok, a kezéből próbálják kienni a magokat, de azt látjuk, hogy a galambok azok a másik térrétegben vannak, nem ott, ahol a művész, tehát magyarán a jelen és a múlt között nincs átjárás. Csak szeretnénk, hogy majd mi megetetjük a Rákóczi Ferencet, vagy majd mi oltalmat adunk neki, de nem tudunk neki oltalmat adni, mert kész, az már egy másik világ. Szóval ez így benne van sok minden, ugye fájdalmasan, nosztalgikusan, de rendkívüli vizuális erővel van meg ez Pajzsgőbel Jenőnek a képén. És persze aztán ezek az egészen elképesztő részletek, mint a csíkos nadrágja, meg ez a nagyon furcsa színű kardigán, ugye? A gyerekkoromban láttam ilyen kardigánokat az örök nyugdíjasokon és az örök, hogy mondjam csak, bácsikon, meg egyebeken. Ez egy furcsa az egész, tehát sok minden szempontból lehetne elemezni a képet, a művész hajviseletétől kezdve az öltözékéig. De hát ez adja ennek a képnek ezt a nyugtalanító vonz erejét, hogy sok minden van benne, és hát fantasztikusak a színek. Ez a kék fal, én azt a képet jobban látom színhelyesebbnek, mint ezt, de lehet, hogy azért, mert én itt rövidülésben látom. Hát ha valakinek van kis cérnája, néha pillancson hátra, mert ott nagyban látjuk ezt a képet. Szóval ezt nagyon szeretem Pajzsgőbel Jenőnek az Aranykor című képét. Ő is szentendrei művész. Hol ér össze Pajzsgőbel meg Pándi Lajos Horthy képe? Sehol. Csak ott, hogy ez a két művész, ezek jó barátok voltak, és annak idején, 28-29-ben egy hajóban eveztek. Rozgonyi László, ugye őről mondták, hogy a legjóképűbb figura volt itt a szentendrei művésztelepen. Hát tényleg ott van egy valóban egy elegáns és egy szuggesztív tekintetű önarcképet látunk Rozgonyi Lászlótól. És azért ne felejtsük el, hogy Szentendrére nem volt tilos senkinek se oda menni, de nagyon sok művész megfordult ott, Perlott Csaba Vilmos, őt nem tekinthetjük szentendrei festőre, nagybányai festő volt, kecskeméti festő volt, de ő is elment Szentendrére, és ő is csinálhatott egy-két nagyszerű kompozíciót, vagy Szobotka Imre, ugye, aki a magyar kubizmusnak az egyik úttörője volt, aztán ő hazajött az első világháború kitörésekor, az összes kubista festménye ott maradt Franciaországban, felszívódott, nincs meg, egy-két darab van itthon, és felfoghatatlanul nagy értéket képviselnek 1913-as kubista képei. Lényegében Picasso is ekkoriban festi a legjobb kubista képeit. De Szobotka aztán megszelidült, és aztán járt ő Nagybányára mindenhova, és csinált ilyen szép kis szentendrei képeket, vagy Vörös Géza. Ő is ezt a dekoratívabb, úgymond szép festészetet képviselt. Ez egy különösen kedves kép, egy ilyen szentendrei cirkuszos jelenet, pontosabban ugye egy cirkuszi sátor, háttérben pedig Szentendre. Hát én nem is tudom, hogy ez melyik templom, ugye, ha biztos vannak, akik tökéletesen otthon vannak Szentendre topográfiájában. Aki nagyon nem tanulja meg, az kicsit egyformának látja azért ezeket a templomokat. De lényeg az, hogy jól fölismerhető az, hogy Szentendrén vagyunk.
És már itt igazából hangsúlyozni kell, hogy Szentendrének olyan hatása volt, tehát attól, hogy van 8-10 művész, aki ott él és dolgozik, másokat is odavonz, mondom még egyszer, Budapestről majdnem, hogy egy órán belül oda lehetett jutni, és lényegében folyamatosan, hát az 50-es évekig, de hát még utána is, van egy alkotó közösség Szentendrén. A probléma az, amikor majd 45 után a Szentendrei Művészek Társaságát is feloszlatják, mindent feloszlatnak, tehát ami szervezet és ami egy önmagától szerveződő közösség, azokra mind rálépnek, és aztán ránk erőltetnek mindenféle más közösségeket. De attól az még lélekben nem halt meg, és azért látjuk jól, hogy ez tovább élt. 70-es években született meg a Vajda Lajos stúdió, ami igazából az akkori fiatalok, tehát a 50 körül született fiatal művészek, azok is már 70 évesek, generációjának volt egy ilyen megjelenési kerete. Szóval tovább él Szentendre, és azt gondolom, hogy miért tudott tovább élni. Én azt gondolom, hogy azért, mert jó helyen volt, tehát viszonylag közel volt a határhoz, igaz, hogy a csehszlovák határhoz, de mégis egy olyan hely volt, ahol nem telepítettek ipart, nem verték szét a régi, hogy mondjam csak, városi rendszert, a városképi rendszert. Ugye például Sopron is ennek köszönhető, az, hogy lényegében, hogy mondjam, csak barokkori állapotban fönnmaradt, leszámítva a későbbi bombázásokat. De tulajdonképpen Sopronban nem telepítettek semmilyen ipart, ott volt az osztrák határnál, ezeket hagyjuk békén, mert még ide jönnek a munkások, aztán diszidálnak. Ez mentette meg a város bizonyos értelemben, de nem minden városnak volt ilyen szerencséje. Akár Magyarországon, vagy Csehszlovákiában, vagy Romániában, ugye most tényleg ne is részletezzük ezt az egészet. Szóval Szentendre is ilyen értelemben megmenekült a szocialista iparosítástól, és igazából ez tovább éltette a művészek számára is a városnak a jelentését, vagy erejét. Barcsai Jenőnek egy nagyon szép korai tájképe. Barcsai már szinte az absztrakt festészetet képviselte, miközben sok képén felismerhetőek nagyon távolról szentendrei motívumok, de ő azért nagyon redukálta a látványt, nagyon leegyszerűsítette, nagyon másképp járt az ő agya, szeme, gondolkodása. Ő nem csak egyszerűen a látványt festette meg, hanem annak valami egészen sűrített lepárlását. Nagyon szépek ez a festő állvány sorozata, amik hát ugye egyáltalán nem biztos, hogy Szentendrén készülhet. Ezek készülhettek a Kodály Köröndi műtermében is, vagy a Képzőművészeti Főiskolán, ahol ő tanított. De ez egy nagyon-nagyon szép sorozat a magyar festészetben, ez Barcsai Jenő, aki ugye pedagógusként is az anatómia, festészeti, művészeti anatómia tanáraként óriási hatással volt ugye a növendékeire. És itt egy valószínűleg szentendrei utcarész lett, aminek hát a báját ez a tulajdonképpen nem létező kresztábla adja. Tehát ilyen közlekedési tábla nincsen. De ezen a képen mégis jól néz ki. Ugye ott jobb felső sarokban látjuk ezt az érdekes táblácskát. Szóval, de itt is látjuk, hogy a látvány az nagyon erősen le van egyszerűsítve a szerkezetre. És Barcsait tényleg mindig ez izgatta, a látványnak a lecsupaszítása. És akkor beszéljünk arról, ami Szentendrének igazán a nagy löketet adta, Kornis Dezső és Vajda Lajos tevékenysége. Vajda Lajos, most ugye Kornis képét mutatom, de hozzátartozik, hogy ők a Képzőművészeti Főiskolán jó barátok voltak. Egy időben születtek, 1908-ban született Kornis is és Vajda Lajos is. Vajda ugye Zalaegerszegen született, és az apja sok mindennel foglalkozott, és egy időben, a 10-es években ők Belgrádba költöztek. És Vajda Lajos ott végezte az iskolákat, német nyelvű iskolába járt, de hát ugye ő tudott magyarul is, és szerbül is megtanult. Valamikor 23-ban ők Belgrádból egy olyan 5-6 év
évvel később visszaköltöztek Magyarországra, de Szentendrére. Na most Szentendre azért volt egy jó hely Vajda Lajos számára, mert itt a szerb kultúra is ugyanolyan eleven volt, vagy hát majdnem, mint Belgrádban. Tehát bizonyos értelemben hazatért, rokonokat talált, hiszen ugye Szentendre a legészakibb szerb közösség Európában, ugye a török elől menekülő szerbek telepedtek le különböző helyeken, Ráckeve, ugye őrzik ezeket a neveket, és Szentendre volt a legészakibb ilyen településük, rengeteg szép templomuk van, stb. Stb. Tehát a szerb kultúra eleven volt, és ma is az Szentendrén, és ugye Vajda később kiment Párizsba, de 1934-35 körül újra találkoztak, és mondták azt, hogy menjünk el Szentendrére. Tehát Vajda itt bizonyos értelemben hazahívta Kornis Dezsőt. Mit kerestek Szentendrén? Itt szeretnék idézni Kornistól és Vajdától is. Ugye Kornis 1930-31-ben Párizsban volt, és nagyon szerető Bartók Béla zenéjét, és megfogalmazta azt, hogy arra jöttem rá Párizsban, hogyha valaki modern művészetet akar csinálni, akkor forma gyökereket kell találnia. Úgy képzeltem, hogy nekünk is, mint Bartóknak, forma kutatásokat kell végeznünk. Ugye? Tehát ahogy a népzene, népdalkutatás, népzenei kutatások, keressük a formát. Mi az, ami karakteresen valamilyen, mondjuk rá, hogy magyar, vagy kötődik jól egy régióhoz. És 1934-ben ugye Vajda Lajossal jutottak el Szentendrére, és így emlékezett, hogy a városka gazdag, izgalmas forma és színvilága, sokrétű történelmi rétege, tája alkalmasnak ígérkezett a festői kibányászásra. És Vajda írja, elhatároztuk, hogy ceruzával, vonalrajzzal a lehető legegyszerűbben próbáljuk rögzíteni észleleteinket a városról és környékéről. A bartóki elvek vezéreltek bennünket, csak a lényeget, a dolgok karakterisztikus szerkezetét rajzoltuk le. Felfedeztük, hogy a kis dolgok mögött, vagy ennek segítségével felfedezhetők a nagyok, vagyis a mikrokozmosz a makrokozmoszra utal. Ez nagyon szép gondolat, és ez az, amit ők tulajdonképpen később a magyar művészet történet is így könyvelt el, hogy megfogalmazódott a szentendrei program. Magyarán az a program, ami tulajdonképpen a bartóki elveket próbálta a képzőművészetben is megvalósítani. Motívumgyűjtés, leereszkedés a mély rétegekbe, és a legegyszerűbb, mondjuk úgy, hogy népművészeti vagy ősi motívumok, és a kortárs modern művészet formanyelvének az összhangba hozása. Ez egy nagyon érdekes dolog, ahogy a Kodály Zoltán mondta azt, hogy a modern művésznek egyik lábával a faluban kell állnia, a másik lábával pedig a nagyvilágban. Mondjuk a modern magyar művésznek, egy amerikai művésznek lehet, hogy nem kell ilyeneket mondani, vagy megtanulnia. De ez nagyon fontos volt, és születik meg egy Szentendrének egy egészen új látványa. Ezt nagyon szeretem, ezt a képet Kornis Dezsőnek, ez a Szentendrei Motívum című képe, nagyon kora, 35. Tényleg néhány karakteres, van ez a két ablakos nagy homlokzat, az azt hiszem a Szentendrei Városháza. Ez egy annyira jellegzetes motívum, ugye itt van a képen, és aki csak egy kicsit is járt Szentendrén, ránéz erre a képre, és nem tudja miért, de azt mondja, hogy ez Szentendre. Nem fogja azt mondani, hogy Nagybánya vagy Mezőkövesd, hanem Szentendre. Mik voltak ezek a motívum kutatások? Kornis és Vajda Szentendrén és Szigetmonostoron, ugye ott van a közelben, mérték föl, nem azt mondom, hogy a népművészetet, hanem azokat a formai motívumokat, amik olyan karakteresen jellemzik a városkát. Mik voltak ezek?
zárt cilinder, ablakkeret, kopogtató, a legegyszerűbb sírköveken feliratok, jelek. Tehát abból azt dolgozták föl, ami van, és amiről azt érezték, hogy ez eredeti. Ez, ha valaki ma végezne mondjuk úgy, hogy népművészeti gyűjtést Budapesten, akkor ma is találna olyan motivumokat, amiről azt mondjuk, hogy na ez máshol nincs. Béna reklámok, meg mit tudom én, jó rondán kialakított üzletportálok, de ez folklór bizonyos értelemben. És ebből is lehet nagy művészetet csinálni. Nagyon sok, két dolog kell hozzá, három, talán kell hozzá egy nyitott szem, egy jó érzék és bátorság. Kell hozzá a modern művészetnek egy olyan mély ismerete, hogy tudjam azt, hogy milyennek kell lenni egy jó műnek, és kell hozzá az, hogy ezt az egészet szeressük. Mert gyűlöletből, utálatból nem lehet jó dolgokat létrehozni. Rengeteg barátom van, aki sokat ír különböző közösségi portálokon, de csak arról tudnak írni, hogy mit utálnak. Na most ebből semmi jó nem fog kijönni. De lényeg az, hogy ezt ma is meg lehetne csinálni, és a Vajda és a Kornis világában pont azt látjuk, hogy lehajolnak és észrevesznek jelentéktelen motivumokat, banális dolgokat, és egyszer csak az az érzésünk, hogy ezektől lesz a szentendrei művészet, ezektől kap életre. Ez adja meg az egésznek az egyedi karakterét, mert bármennyire szeretjük az Ónodi Béla meg a többiek városképeit, de érezzük azt, hogy abban egy festészeti tradíció él tovább, igazából semmi újdonság nincs benne. Jó minőségű, de semmi különös. És amikor Vajda és Kornis megjelenik, akkor pedig azt látjuk, hogy hoppá, ezek mintha egy másik Szentendrén járnának. De valójában ugyanabban a városban járnak, csak mást vesznek észre benne. Azt is mondhatnám, hogy a városnak nem a képét, hanem a városnak a lelkét, vagy a városnak az életét veszik észre, azokat az egyszerű motivumokat, amikkel a hétköznapi ember nap mint nap találkozik, nyilvánvalóan. Mert bármilyen furcsa, a kántálók, ugye ez nem egy kifejezetten szentendrei kép, 1946-ban készült Kornis Dezső Kántálók című képe, de ez egy hihetetlenül szép, olyan, mintha három figurát látnánk, láttunk bennük antropomorf vonásokat, a szín kultúrája az pedig egyszerűen lenyűgöző, tényleg olyan, mint egy zenei mű, ami meg van festve. Ezt egy érzékeny zeneszerző, ez olyan, mint egy meghangszerelt kamara darab, ezt le tudná játszani, vagy el tudná énekelni. Szóval az egyszerű ember az valószínűleg nem a városi panorámában gyönyörködik, hanem azt mondja, hogy hát itt ez a, mit tudom, itt most följött a küszöb a ház alól. Tehát ő az egyszerű, apró dolgokat veszi észre, és a Kornis és Vajda is erre figyeltek. Ezekből az apróságokból bontották ki tulajdonképpen Szentendrének a lelkét. Ez nagyon szép, ez a fuvolázó, ugye ebben sincs semmi szentendrei, Kornis Dezsőnek a képe, de egyszerűen elbűvölően finom. És senki nem akad föl, hogy ennek egy szeme van. Tehát nem hiányzik itt még egy szem. Itt pontosan érezzük egy ilyen képzeletben, egy ilyen természetfigura, aki ott él a természetben, mint egy égi tünemény, lát, mert van szeme, és közben ilyen finom dallamokat játszik a fuvolaján, ami mint egy szellő mondjuk borzolja a fákat és egyebeket. Tehát egy letisztult, nagyon muzikális, formailag fegyelmezett kidolgozásában végtelenül igényes kompozíciót látunk. Ezek megcsinált képek, finoman kidolgozott képek, és ez egy külön vonása igazából a modern szentet, tehát a Vajda Lajos társaság festői munkásságában is, hogy nagyon szeretik az aprólékos, bibelődő munkát a képekkel. Nincs szentendrei expresszionizmus, hanem minden szentendrei kép valamilyen módon a részletek finomságáról,
a részletekben való elmerülés szeretetéről szól. Ma is, most is, az Evzámbó István is, meg a Valhorn, aki azóta már Mezőszemerére költözött, de ugye ezek szentendrei művészek voltak a 70-es, 80-as években. És hát ilyenek Kornis Dezsőnél. Nagyon-nagyon szép. A tiszta színek, a tiszta formák, és igazából megint csak azt mondom, hogy a hétköznapi, mindennapi élet egyszerű vizuális motivumai jelennek meg a képeken. Ezek nem nagy képek olyan értelemben, hogy nem nagy lélegzetű képek. Most gondoljuk bele, hogy a Jeges Ernő, megfestem Mátyás királyt. Tehát ehhez nagy levegő kell, sokat kell tudni, meg minden. Kornis meg Vajda azt mondja, hogy megfestem ezt az ajtókeretet. Ez nem ugyanaz. És mégis azt érezzük, hogy lehet, hogy ebben az ajtókeretben ebben több poézis van, és több szépség és finomság, mint az egyébként le a kalappal Jeges Ernő Mátyás kompozíciója előtt. És tegyük fel azt a kérdést, hogy melyik képpel tudnánk otthon együtt élni, kirakni a nappaliba. Mátyás királyt, vagy mondjuk egy ilyen Kornis képet. És egész őszintén én azt gondolom, hogy ezek a képek jobban működnek az emberek mindennapi világában. Azok a nagy képek múzeumban valók, ezek is jól néznek ki a múzeumban, de hogyha az ember igazából otthonra akar egy jó képet, akkor valamilyen nagyon-nagyon klassz modern képet kell, hogy válasszon. Bármennyire szeretjük persze a régi festészetet. Úgyhogy Kegyetlen küzdelem című, Hiába való és kegyetlen küzdelem című képe Kornis Dezsőnek, de ott is ott van egy ilyen parányi szentendrei motivum a háttérben, és ezek az agresszív madarak pedig hát itten éppen összecsapnak. Vajda Lajos. Ugye elmondtam röviden, hogy milyen úton, módon keveredett el Zalaegerszeg és Belgrád érintésével Szentendrére. Ő volt az, aki 1930-as években a párizsi, több mint 3 évig élt Párizsban, végtelen nyomorgás közepette, de nagyon sokat tanult, és ő teremtette meg a modern magyar fotomontázsnak a műfaját. Amiket hazahozott, egészen izgalmas, szürrealista fotomontázsok voltak, később a Bálint Endre is ugye sokat tanult a Vajda Lajostól. Nagyon sokat tanult a filmművészetből, gyerekkorunkból emlékszem, voltak rajzfilmek, amiket Macskási Gyula rendezett. Ő egy régi figura volt, már a 30-as években is dolgozott, Vajda Lajos dolgozott nála egy időben ilyen fázisrajzolóként a Macskási Gyula rajzfilm stúdiójában. Persze ez egy ilyen nagyon szűkös megélhetési munka volt, nagyon nehéz sora volt szegény Vajdának. Ráadásul ugye gyerekkorában, vagy fiatal, 10 éves korában súlyosan meghűlt egy ilyen nyári zápor után, nem öltözött át, megfázott, és súlyos betegségeket szedett össze, a tüdőbetegség aztán az élete végéig kísérte, és 41-ben halt meg szeptember 7-én, ugye, tehát lényegében 80 évvel ezelőtt. Ráadásul szegény zsidó is volt, és be is hívták munkaszolgálatra, de egy hónap után leszerelték. Annyira beteg, és valószínűleg nem akarták, hogy megfertőzzön másokat. Majdnem biztos, hogy egyébként, ha nem hal meg a tüdőbetegségben, akkor ő is mondjuk az Ámos Imre sorsára jutott volna, elhurcolták volna, stb. De minden esetre az ő életműve azért egy különleges része ennek a szentendrei festészetnek, mert az, amiről a Kornis beszél, és amit a Kornis meg tudott fogalmazni nagy színes képekben az 1940-es években, 45-6-7 körül, amikor Vajda már nem élt, az szinte úgy érzem, hogy a Vajdánál születik meg, csak Vajdának nincsenek nagy festményei. Vajda elsősorban grafikus volt, a legnagyobb művei azok rajzok, nagyméretű szénrajzok. De itt a 30-as években egészen csodálatos az a fajta látvány, ahogy a Szentendre egyik templomtornyát összemontírozza egy tányérral, azon van egy alma, aminek éppen lehámozódik a héja,
ablakkeretek vannak, van, ami ki van festve, van, ami nincs kifestve. Tehát ezt igazából azt mondom, ez egy szürreális montázs, de mégse érezzük azt, hogy hogy kerül a templom torony a tányérba, hanem azt a fajta nagyon érzékeny világot jeleníti meg, hogy ülök otthon, hámozom az almát, kinézek, látom a templomot, hámozom tovább, és ha nagyon akarom, ez így mind egyszerre együtt van a képemben. És erre lehet azt mondani, hogy Vajda nem Szentendre képeit festette meg, hanem Szentendre életét festette meg. Ahogy az ember él, és ahogy egészen elfogulatlanul éli a városban az életét. Felvillannak előtte motivumok, egymásra kopírozódnak, és ez a fajta lüktetés, ez a finom áttetszés, játék a formáknak, színeknek, ez valójában ugye megunhatatlan. Ez örökké egy nagy élményt jelent annak, aki ezt nézi. Én emlékszem, hogy hogyan találkoztam Vajda Lajos képeivel először. 77-ben láttam róla egy dokumentumfilmet a tévében, és épp a Honvéd kórházban voltam, mert katona voltam, de mégiscsak szükség volt valami műtétre, és akkor ment a tévében Vajdáról egy műsor, Bartók zenéje szólt alatta, amit valamilyen módon gimnazista koromból viszonylag jól ismertem, legalább a fontosabb műveit, és akkor úgy éreztem, hogy ez nagyon klassz, így együtt. Tehát Bartók zenéje Vajda Lajos képeivel, ez valami olyan tökéletes élményt jelentett, és persze akkor hallottam először azt, hogy Vajda Lajos, és utána aztán sok mindent hallottam, és megtudtam róla, és találkoztam ugye a szebbnél szebb műveivel. De egyszerűen ez félelmetes, ezek egyszerű rajzok. De mégis az, amiről az előbb beszéltem, a Bartóki modell, olyan, mintha ezek aprócska népdalok lennének, Szentendre népdalai, formáknak a dalai, öltenek testet ilyen kis kamaraművekben, ceruza rajzokban. Nagyon-nagyon szép az egész. Most szándékosan csak Vajdának erről a szentendrei életművéről beszélek, pontosabban azokról a képekről, amik a városról szólnak. Mert ő neki nagyon sok önarcképe van, az egészen más fajta jelentés rétegeket tár föl, csak röviden annyit, amiben az ikonoknak a világa, a pravoszláv kultúrának a világa köszön vissza, önmagáról mindig ikon önarcképeket festett, és akkor ott van benne igazából az a, mondjuk úgy, hogy szerb ortodox kultúra, amit Belgrádban ismert meg, és ami Szentendrén is körülvette őt. Szóval ezek nagyszerűek, ezek a rajzok, és néha azt gondolom, megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy bármennyire is szeretjük Pánát és Verák, Rozgonyi, meg a többiek szentendrei képeit, de valamilyen módon a Szentendre lelke, az ezekben a finom rajzokban pendül meg, vagy szólal meg. Hát ez az egyik legkomplexebb műve, ugye, mert színes, viszonylag nagyméretű, ez is olyan montásszerű, röpködnek, egymásra montírozódnak, kopírozódnak a motivumok, és én szerintem minden magyar, aki valaha járt Szentendrén, ránéz egy ilyen képre, és nem Szolnok, meg nem Kecskemét, meg nem Nagybánya jut eszébe, meg nem Budapest, hanem valahogy megérzi, hogy ez Szentendre, ez valami. Hát azért mutatok egy-két képet, portrét is. És aztán ugye a 40-es évek vége felé, ahol egyrészt ugye a zsidóüldözés következtében, másrészt a egyre súlyosbodó tüdőbetegsége következtében, ez a témavilág kerül elő Vajda Lajos festészetében, szörnyek, ilyen amorf figurák, meg ezek a fekete izomrostok, izomkötegek. Ezek nagyméretű szénrajzok, brutális erejűek, és az a döbbenetes, hogy ahogy haladunk az életmű vége felé, egyre túl burjánzóbbak lesznek ezek a fekete alakzatok. Tehát tényleg úgy van, hogy szó szerint az van, ahogy a tüdejéből elfogy a levegő. Ahogy körülötte, mint egy szegény zsidó ember körül, fogy el a levegő, ugye ott a 40-es évek elején,
Hát úgy fogy el a rajzain is a tér, meg a levegő, és uralkodik el mindenütt ez a megfoghatatlan sötétség. Tehát drámai, és igazából az az érdekes, hogy tényleg Vajda Lajos életműve olyan, hogy az egész élete ott van. De nem úgy, hogy hétfőn lementem Perecér, hanem az életének a lényeges mozzanatai formálódnak meg a képeken, különösen itt a késői képeken, ez a fajta levegőtlenség és hát a sötétségnek az elterjeszkedése. Ez már nem szentendrei festészet, de hát Vajda Lajost csak Szentendre összefüggésében lehet igazából megmutatni. És itt van ez a gyönyörű képe, a barátok, ahol a saját, tehát az önarcképét montírozta össze Bálint Endre portréjával. Ugye Bálint 14-ben született, 6 éve fiatalabb volt nála, nagyon jó barátok voltak. Bálint egy igazi, mondjuk úgy, hogy atyai tanítómesterének tekintette Vajda Lajost. Nagyon szép verset írt róla valamikor az 50-es, 60-as években, szinte ilyen bibliai hangon valami ilyesmit mondott, hogy szólíts, és én jövök utánad. Tehát bármit csinálsz, én elfogadom. És ugye itt az az érdekes, hogy a kettőjük arcképe van ott, a Bálint Endre hajol lefelé, a Vajda Lajos arca emelkedik fölfelé. A kéz az tartja az arcot is, meg a homlokot is, és a Bálint Endrétől tudjuk ugye, hogy ő is tüdőbeteg volt, és ő meg volt róla győződve, hogy az ő napjai meg vannak számlálva. Ehhez képest, és a Vajda meg túlél minden. Ehhez képest fordítva történt, mert a Bálint is beteges volt, de mégiscsak 86-ban, 72 éves korában halt meg, és egy nagy életművet hagyott hátra, Vajdai pedig hát félbeszakadt 30 életének 33. évében. Szóval ez egy nagyon szép kép, egy kettős önarckép, ami egy hitvallás a barátságról, meg sok mindenről szintén. És persze Bálint Endrénél is tovább él ez az egész, hiszen ő is fest szentendrei motívumokat, ez a rácsos ablak, ez vissza-vissza tér az ő későbbi képein is. De amikor Bálint Endre Szentendrével foglalkozik, az már az 50-es, inkább a 60-as évek, mert ő ugye 57-ben Párizsba ment, azt mondták neki, hogy menj el, Bandi, mert 56, nagyon sok mindent nem csinál, de azt mondták, hogy jobb, ha eltűz. És akkor azt hiszem, hogy 63-ban tért vissza. Nagy szerencséje volt, hogy együtt nőtt föl a zsidó árvaházban az Acél Györggyel. Ott ők gyerekkori jópajtások voltak, és gondolom, hogy a 60-as évek, a családját nem engedték ki hozzá Párizsba, de végül is 63-ban hazajöhetett úgy, hogy Bálint elvtárs azért nem ezt vártuk magától. Tehát ilyenfajta megfeddéseket nem kellett neki hallgatnia, be tudott illeszkedni a modern magyar művészeti életbe, és igazság szerint egy ilyen, hát a modern művészetnek egyik ilyen mintaadó mestere lett a kortárs magyar művészetben, mert ő volt az, aki Párizsból jött haza. Ugye nem az, aki kiment Párizsba, aztán ott maradt, hanem ő hazahozott valamit, amitől mi el voltunk zárva. És a Bálint Endre tényleg egy nagyszerű művész volt, és a lényeg az, hogy Szentendre az ő festészetében is tovább, és tovább, és tovább él. És ott van még ugye, sok mindenkiről lehetne beszélni. Szentendrén ugye ki mindenkinek van emlékmúzeuma, emlékháza, van Barcsai, Kmetti Jánosról nem beszéltem, ő is dolgozott Szentendrén. Nagyon érdekes, hogy például Kovács Margitnak is van emlékmúzeuma Szentendrén, de Kovács Margit soha nem volt Szentendrén. Ő az Acélnak volt a kedvenc művésze, és azt mondta, hogy akkor őnek is csinálunk Szentendrén, mert Szentendre egy jó hely, tehát egy jó művész az megérdemli, hogy legyen neki ott emlékmúzeuma. Szóval ez röhelyes, de ez van, tehát ez tényszerűleg hozzátartozik. Úgyhogy ott van Kovács Margit, de nem tudjuk, hogy miért van ott. Pedig ő egy egész őszintén jó művész volt, ő is. És ugye ott van az Ámos Imre és Anna Margit művész házaspár. Különös sors az övüké. Ámos Imre volt az a művész, ezek most Ámosnak a művei, egy korai műve, ahol Anna Margitot ábrázolja, hogy a vaskályha mellett. De hát az Ámosnak a nagy korszak az a 1930-as, 40-es évek, amikor festi ezt a nagy képciklust, a sötét időket.
Ámos egy igazi zsidó művész volt, aki a nagykállói születésű volt, akinek tényleg az egész festészetét, festői témavilágát és életét is áthatotta a zsidó hitélet, a vallásosság, a szertartások, stb. Tehát, és aztán ugye természetesen ez lett az ő, hogy mondjam csak, ennek lett ő az áldozata, vagy ennek lett ő a mártírja, hiszen 1944, rengetegszer behívtak munkaszolgálatra, hosszabb, rövidebb időre, leszerelt, újra behívták, és természetesen hogy az utolsóról már nem tért haza, és valamikor ugye 45 január, vagy 44 végén halhatott meg, pontosan nem tudjuk. Egyesek szerint még ugye a halála pillanatában is rajzolt fakéregre, ahogy a Radnóti Miklós is még írta, sárba zuhant testével. Tehát egy nagyon, hogy mondjam, megrázó sors az övé, de Szentendre világa jelenik meg ott is, de sokkal erősebb nála az önéletrajzi elem. Tehát a Sötét idők című képein mindig ő van rajta feleségével. Érdekes módon mindig be van csukva a szeme, mint hogyha a világ az az álmok világa lenne, mert a valóság az felfoghatatlan számára. Tehát ő mindig alvóként jelenítette meg önmagát. Nagyon szép ugye ez a önarcképe is, ahol szinte olyan, mint egy Veronika kendője, ahol úgy jelenik meg az ő arca, az Anna Margit ölében ott szunnyadozik. Azt hiszem, hogy Álom ennek a képnek a címe. Nagyon-nagyon sokrétű és érdekes művészet, Ámos és Anna Margit művészete. Én igazából az Ámos Imrét egy nagyon nagy művésznek tartom. Az Anna Margitról meg hát nagyon sok jót nem akarok, meg tudok mondani, ezért őről inkább nem beszélek. Tehát valahogy őt nem érzem olyan kvalitású alkotónak, de mégis a kettő valamilyen módon összetartozik, és egy nagyon erős hát szentendrei gyökerezése van. És egy utolsó képként mutatnám ez a festő égőház előtt, ami hát szintén ugye egy szentendrei, nem mondom, hogy motívum, de ott van, ott zajlik, oda vizionálja ezt a képet. Egy furcsa világ, ahol a kint és a bent megfordult, tehát egy kifordult világot látunk. A ház ég, a festő meg kint van. Nem ő van bent, ahol festeget, hanem kint az utcán, ott van a festőállványa, minden. A ház pedig ugye ég és pusztul el, és fönn meg egy angyal, aki hát elfordul a művésztől. Nem azért van ott, hogy segítse, hanem ő se tud csinálni semmit. Szóval Ámosnál nagyon szépen és nagyon mély rétegekben fogalmazódik meg, meg formálódik meg mindaz, ami ugye, ami nem is annyira Szentendre, de mint amennyi egy érzékeny és kiszolgáltatott zsidó művésznek a sorsa volt itt a 1940-es években. Úgyhogy Szentendre ez is. Úgyhogy köszönöm szépen, de mindjárt meg is előlegezem az októberi előadásomat. A Kútról lesz szó, Képzőművészek új társasága, egy fantasztikus társaság, tulajdonképpen mindenféle irányzat jelen van. A modern magyar művészetnek egy ilyen nagyon, hogy mondjam csak, éltető forrása, szimbolikus értelemben is kútja, egy olyan társaság, ahol majdnem mindenki szóba fog kerülni, amit pedig itt látunk ez a kép, valaki tudja, hogy ki festette? Gondoltam, hogy nem tudják. Egy 15 éve még én sem tudtam, hogy ez a művész létezik. Ez Vaszkó Ödön. Nagyon kevés képe van, zseniális festő, rendkívül szeretem, egyetlen egy képe sincs a Magyar Nemzeti Galériában. Magántulajdonban van a hagyaték különböző részei, nem nagy életmű, de egy csodálatos festő, és mivel nagyon szeretem ezt a képet, a kút világához ez is tökéletesen hozzá passzolható, de nagyon sok mindenkiről lesz még szó október 27-én. Addig pedig mindenkinek szép őszi készülődést kívánok!